Ki tud többet Székesfehérvár repülés történetéről? Ezzel a címmel hirdették meg a fehérvári diákok számára a megmérettetést két kategóriában, általános és középiskolások részére. Székesfehérvár repülés múltja 1916-ig tekint vissza. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dicső korszak napjainkig, amit érdemes megismertetni a fiatalokkal, hiszen nagyon sok ebből már feledésbe merült. Az Albatrosz Repülő Egyesület egy olyan civil szervezet, mely kellő elszántságról tesz tanúbizonyságot, hogy időről időre a közönségnek is ad valamit, hangsúlyozta a polgármester. Ott van a repülőnap, ott van az a kiállítás, ami megtekinthető mind a mai napig a civilházban, a civil központban, és ott van az a verseny is, aminek most a szervezését megkezdték. Az az Albatrosz megkerülhetetlen, és csak úgy képzelhető el bármilyen jövője a repülőtérnek, hogyha egy ilyen civil szervezet, ahogy mondani szokták, saját idejét, saját energiáját felhasználva védi, ápolja ezt a hagyományt, nem csak a múlt öröksége okán, hanem a jövő biztonsága okán is. Székesfehérvár repülés történetéről 3 könyv is megjelent korábban. A felkészülést segítve az iskolai könyvtárakat az Egyesület megajándékozza ezekkel a kötetekkel. A lebonyolításban az István Király általános iskola is részt vállal. 8 iskola 10 csapata jelentkezett eddig, többen jelezték még az iskolák közül, hogy folyamatban van a versenyre való jelentkezés, csak még a nevezés nem jutott el konkrétan hozzánk. A verseny felkészítő szakaszában az Egyesület előadásokat tart a fehérvári civil központban. Az elméleti és gyakorlati feladatok között megtalálhatóak lesznek feladatlapok, repülőgép szimulátor vezetése, papírrepülő hajtogatása. Jelentkezési határidő április 2-a.